Hello, itt Gera Tomi, hobbi pilóta oktató, ez pedig a pilótaszemmel.hu egy újabb videója. A mai nap arról lesz szó, hogy könnyebb-e a pilóta képzés, hogyha szimulátorral kezdek. Na hát itt eléggé megosztik a vélemény szerintem majd, főként így oktatók között, illetve akik repülnek, oktatnak, hogy érdemes-e szimulátorral kezdeni. Ez nálunk is annó még a vitorlázó tanfolyamon merült fel, amikor elkezdtem a vitorlázó tanfolyamot, hogy ott ősszel beültünk, végig nyomtuk az elméletet, és ott már kérdezgették, hogy érdemes-e szimulátorozni, vagy milyen vitorla szimulátor program van, érdemes-e használni, és akkor itt mondták, hogy nyilván van haszna, de nem jó azzal kezdeni, mert hogy rossz kézmozdulatok idegződnek be. Ebben is van igazság, viszont hogyha az elején kérsz egy kis segítséget, illetve tudod azt, hogy már mondjuk hogy kell repülőgépet vezetni, nem csak így letöltesz valamit és veszel egy joystickot, az fontos, hogy legyen joystick, hanem tudod is, tehát hogy egy elméleti tanfolyamot már végigülsz, és ott eljuttok oda, hogy hogy kell repülni a gépet, mire hogy reagál, akkor hasznos lehet. Ugye én annó nagyon sokat gokartoztam, előtte viszont szimulátoroztam, tehát sokkal hamarabb volt már autószimulátor, 10 éves koromtól nyomtam, volt kormányom, és nem gombokkal jobbra, balra, előre, hátra az a gázfék, ugye, hanem rendes pedál, kormány, és úgy autós szimulátorral, rally szimulátorokkal, Colin McRae Rally 2, aki velem egykorú, neki talán mond valamit, barom jó volt a fizikája, kormánnyal hihetetlen jól mozgott a kocsi, nagyon élethű volt, szerintem én azóta nem találkoztam ennyire élethű szimulátorral, bár mostanában nem is nagyon játszogatok már vele, vagy ilyenekkel. Úgyhogy rally szimulátor kormánnyal, pedállal, és ezt nyomtam éveken át, utána elkezdtem gokartozni, utána elkezdtem elindulni gokart versenyeken, és már életem első gokart versenyét megnyertem Nyíregyházán egy ilyen amatőr futamot, úgyhogy beigazolódott, hogy igenis az, hogy otthon tekergetem a kormányt számítógép előtt, meg nyomkodom a pedálokat, az baromi sokat ér a valóságban is. Úgyhogy én így voltam vele, hogy autószimulátor az nekem hasznos volt, akkor a vitorra szimulátort is kezdjük el. Vettem botot, botkormányt, pedálokat, ezt is csak úgy érdemes, hogy van kormány plusz pedál, és vitorla szimulátornak pedig a Condort ajánlották, C-vel kell írni, tehát Condor, baromi élethű, tényleg nagyon jó. Lement az elmélet, és közben már télen elkezdtem repülni ezzel a Condor szimulátorral. Szerintem egy 50-60 órát biztos, hogy repültem benne, megtanultam leszállni, megtanultam termikelni, és ugye vitorlázóval kezdtem én annó, de ott már az első egyedül repülés előtt abba hagytam, mert nagyon lassan lehet haladni, meg csak hétvégén lehet repülni, akkor is egész nap kint vagy, de repülsz 15-20 percet, tehát ez nekem nem tetszett, és átmentem motoros vitorlázóra, és ugye ott is le lehet állítani a motort, és termikelni. Elkezdtem a PPL képzést, első óra, szoktató repülés, és hát már ott jó kis augusztus közepi idő volt, termikes idő, délután mentünk, egyből mutogatta ott az oktató, hogy kell termikelni, utána átvettem tőle, és csináltam is. Úgyhogy jól ment, azért, mert szimulátorban ezt már megtanultam. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon sokat számít, fontos az, hogy tanuld meg az alapokat, hogy mit hogy kell, tehát ezek az alapvető dolgok, hogy kormányozzuk a repülőt, melyik kormányszer mire való, és normálisan, finoman, tehát ahogy a valóságban is, nem rángatva, nem cibálva a botot, nagyon pici, finom mozdulatokkal kell vezetni a gépet. Fontos az, hogy jól legyen bekalibrálva a joystick, tehát én is mai napig időnként előveszem a szimulátort, és kicsit játszogatok. Nem mindig ugyanolyan érzékeny a botkormány, olyankor kimegyek Windowsba, meg a programba, és újra kalibrálok mindent, és akkor már helyreáll a rend. Tehát fontos, hogy legyen kalibrálva.
A másik, hogy nem is a repülőgép vezetést, tehát szintén előny, hogy nem csak a repülőgép vezetést, hanem magát a műszereket is megtanulod kezelni. Mondjuk ilyen alapvető műszerrepülés, hogy egy vorra hogy kell repülni, vagy egy, csak egy checklist, hogy hogy indítod be egy indítási checklist, amikor már szimulátorba beülsz, és ott van a Cessna. Ugye sajnos több gép, más gépek nem nagyon érhetők el, amik itthon vannak. Tehát egy DA20-as, nem tudom, lehet az van, de mondjuk mi AT3-mal oktatunk. AT3 nincs szimulátorban, pedig tök jó lenne. Tehát a szimulátorhoz tartozik, hogy a checklistek begyakorlása, megszokott, hogy mi hol van, hova kell nézni, melyik műszer mit mutat. Hogyha glass cockpittal repülsz, akkor már egy Garmin G1000-et, ha megtanulsz, akkor nálunk G500-asok vannak csak, de hogyha G1000-et tudod kezelni, a G500-as gyerekjáték, megszokod a glass cockpitet, meg tudod, vagy megszokod azt, hogy mi hol van, mit hol kell olvasni. És szimulátorhoz tartozik még, hogy nem csak játékkal, tehát ilyen komplett szimulátorral, amihez kell joystick meg irányítani a repülőt, hanem ezek a berendezéseknek is a úgymond szimulátorai, mint mondjuk ez a Garmin GTN 650, ami a repülőkben van, ilyenekkel repülünk, amiben ez a rádió, illetve a navigáció, itt szépen lehet nyomkodni, és mondjuk egy direct to, kiválasztjuk, hogy hova akarunk menni, megkeressük, azt mondja, hogy legközelebbi, és akkor csak a reptereket listázom, mondjuk el akarok menni Gödöllőre, és akkor már itt dobja is be, aktiválom, aztán itt mutatja is a magentát, hogy mint kell menni. Nyilván nem erre fogunk, mert ez Tökörről, Gödöllőn, CTR-en keresztül vinne, de látod a példát, hogy könnyen meg lehet tanulni, hogy milyen a menürendszer, azért elég bonyolult, összetett, de így tableten nyomkodva baromi jól, tehát ez is egyfajta szimulátor, baromi jól meg lehet tanulni azt, hogy mind kell kezelni ezeket az eszközöket. Sokkal magabiztosabb az ember, már nem parázik ettől, hogy jaj, most mit nyomjak, hogy kell ezt állítani, frekvenciát hol kell betekerni, hogy kell átváltani a frekvenciát, úgyhogy nagyon nagy segítség a szimulátor, úgyhogy én mindenkinek ajánlom. Kezdetben vegyünk igénybe egy kis segítséget, lehetőleg egy pilóta ismerős mondja el nekünk, hogy mint kell irányítani a gépet, illetve mire kell figyelni, milyen sebességtartományok vannak az egyes gépeknél, mit hol kell csinálni, tehát hogy kis fékszárnyal szálljunk fel, hol zárjuk vissza a fékszárnyat, hogy használjuk a trimmet, ilyenek. Úgyhogy hajrá, szimulátorozz! A intro repülések során, ugye nyílt napokat tartunk mostanában, ott is nagyon sok fiatal van, 12-13 évesek, és szimulátoroznak, baromi ügyesek. Tehát hihetetlen, hogy átadom a gépet nekik, és szinte majd, hogy nem kilebegtetésig be tudják hozni leszálláskor, fent vezetni meg tényleg nagyon szépen viszik, jók a fordulók, nem idegesek, hallottam egy ilyet, másik oktatóval volt, hogy ő is nagy szimulátorpilóta volt, de neki állt rángatni, meg így dinamikusabban kezelne a botot, na ez az, amit nem szabad. Ezt meg kell tanulni, hogy a repülőgép az nagyon finom mozdulatokra reagál, és nyugodtan, türelmesen kell kezelni. Úgyhogy jó dolog a szimulátorozás, megfelelő szoftvereket kell használni, mindenképpen botkormány plusz pedál, kombó, és akkor jóval egyszerűbb lesz a pilóta képzés. Na hát erről a témáról ennyit, hogyha kérdésed van, akkor itt a kommentekben nyugodtan tedd fel. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, oszd meg, küld tovább az ismerőseidnek, iratkozz fel a csatornára, és hamarosan találkozunk egy újabb pilóta szemmel videóban. Hello!